hitélet mai témái. Ballagáns a Karács falvai Sztojka Sándor görög katolikus líceumban, papi gyűlés a Munkácsi görög katolikus egyházmegyében, tinik lelki gyakorlat a Karács falván. Ezekkel a tudósításokkal várjuk Önöket a görög katolikus egyház mai műsorában. Huszonnyolc diák ballagott idén a karácsfalvai Sztojka Sándor görög katolikus líceumban. Valamennyien tovább tanulnak felsőoktatási intézményekben. Korábbi évek tapasztalatai szerint az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar kara, a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Magyarországi Egyetemek is népszerű célállomások. Hát az egyik legfontosabb tapasztalatom az nem más, mint hogy hogyan maradjak meg keresztény magyarként Kárpátalján, és hogy erre mindenféle körülmények között legyek büszke. Megtanultam közösségben élni, valamint másokat tisztelni, és megtanultam azt, hogy nem magamat kell mindig előre helyezni. Szerintem sokkal másabb egy bentlakásos iskolában tanulni, mint egy átlagosban. Sokkal emberiesebb emberek lettünk. Nagyon sok mindennel gazdagodtam. Megtanítottak a tanárok arra, hogy hogyan legyünk emberségesek. Néha szigorúak voltak, de ez csak azért volt, hogy tereljenek a jó út felé. Az, ami nagyon fontos számomra, amit ez a liceum adott nekem, hogy legyen olyan tartásom, mint amilyen egy embernek lennie kell, egy tisztességes keresztény embernek, ami nagyon fontos a mai életben. Az intézménynek jelenleg 105 diákja van, és tovább bővítenek. Szeptember 1-től 5. és 6. osztályt is indítanak. A gyerekek napi utaztatásában segít majd a líceum. 28 végzősünk van, hála jó Istennek, és úgy látom, hogy megállják a helyüket. Tehát jó, az előzetes eredmények alapján a ZNO ukrán nyelvből és matematikából jól sikerült, viszont egy kis szomorúság tölte a szívemet, egyrészt azért, mert elmennek, másrészt azért is, mert egyre többen külföldön képzelik el a tanulást, és azt tudnélik, hogyha külföldre, mondjuk Magyarországra mennek tanulni, most már egyre többen kevésbé jönnek haza, de ettől függetlenül sok szerencsét kívánunk nekik. Jelenlegi helyzet, nem is tudom, politikai vagy egyéb más helyzetnek köszönhetően elkezdünk abban gondolkodni, hogy valahogy menteni kell a menthetőt, és nyitunk lefelé, 5.-6. osztályba is. Úgyhogy szeptember 1-től 5.-6. osztály indul, napi behordása, ugye kicsik azért nem képesek, vagy nem tudnak feltétlenül sokáig bennmaradni, vagy egy héten keresztül bent aludni. Úgyhogy napi hazautazással jönnek majd, visszük majd, és bízunk benne, hogy jó tapasztalatokkal fogjuk majd zárni az év végét. Augusztus 10-én lesz majd a felvételi. Egyrészt, másrészt pedig azért sem tudjuk őket elszállásolni, mert nincsen több helyünk. Tehát ugye 110 diák, 120 férőhelyes kollégiumban nevőtanárokkal épp, hogy csak elfér. Bízunk benne, van egy elképzelésünk, hogy új tantermeket és kollégiumot fogunk majd építeni. Bízunk abban, hogy hamarosan elkezdődik az építkezés. A kárpátaljai magyar egyházi líceumok nem részesülnek semmilyen ukrán állami támogatásban. Működésük csak azután vált biztosítottá, miután a magyar kormány stratégiai jelentőségű intézményekké nyilvánította őket, és normatív támogatásban részesülnek. Ez a 15. kibocsátása a karácsfalvi liceumnak, amikor 2003-ban elkezdődött ez az egész dolog. Hát félelemmel és én rettegéssel néztem ennek az egész felé, hogy vajon mi lesz velem. Aztán úgy tűnik, hogy kinőtte magát. Ismereteim szerint a diákjaink, akik ide jönnek tanulni, szívesen jönnek vissza, vágynak, akik elmennek, jó hírét viszik. Milyen szerepet tölt be az egyházunk életében? Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne csak múltunk legyen, ne csak jelenünk legyen, hanem jövőnk is legyen. Az ifjúság, a gyerek az a jövőnek az áloga. És nem is mindegy, hogy milyen lesz ez az ifjúság, hanem fontos az, hogy egyházához hű legyen, egyházát ismerje, hitét. Hát ha már gyakorolni, az lenne az igazi cél, hogy a hitét is megtanulja így gyakorolni, de ha már nem is tanulja meg, de legalábbis ismerje. Ne kerüljön úgy ki ebből a világba, az intézményből, hogy számára teljesen idegen a görög egyház,
meg ennek a hitrendszere, tudja azt, hogy olyan egyháznak a tagja, amelynek hitvallói, vértanúi voltak, akik életüket adták azért, hogy egyházukhoz ragaszkodhassanak, és nem csak azért, hanem azért, hogy olyan emberek legyenek, akik hitelesek, akik képesek tanúságot tenni a múltról, a jövő számára. Ebben az űrzavaros időszakban tartást tud adni, egy gyökeret tud adni a gyerekeknek egy ilyen jellegű intézmény, mert az itt töltött évek alatt nem csak kampányolni szeretünk vele, hogy több mint iskola vagyunk és az életre tanítunk, hanem valóban arra törekszünk, hogy a gyerekeket felkészítsük az életre. Nem egy hermetikus, katolikus buborékban akarjuk felnevelni a gyerekeket, hanem a világ történései felé nyitott, de mégis értékrendeken alapuló oktatásban és nevelésben akarjuk részesíteni őket, és nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezekkel az értékekkel kapaszkodjanak a kárpátaljai talajba. Biztos, hogy őket is meg fogja majd érinteni a világnak a szele, és nem is baj az, hogyha elmennek akár külföldre tanulni, szerezzenek tudást, tapasztalatot, de utána térjenek haza majd a gyerekek. És ebben tud segíteni a liceum megítélésem szerint, és hogyha majd nagyon-nagyon tömör gondolatban kellene összefoglalnom, hogy mit tartok a Sztojka Liceumnak a legfontosabb célkitűzésének, miért jó a Sztojka Liceum, akkor azt mondom, hogy magot vett a holnapnak és a holnap utánnak. Kárpátaljáról ma tömegesen mennek ki sajnos. Az elmúlt 10 évben hihetetlen mennyiségű ember hagyta el sajnos szülőföldünket, Kárpátalját, és szükség van arra, hogy Kárpátalján legyen holnap után is magyar szó. De ezt nem várhatjuk el, hogy majd az égből csak úgy lepottyan, ezért már ma kell tenni. És lehet, hogy kilátástalan statisztikai adatok állnak rendelkezésre, de ezek az ilyen jellegű intézmények, mint a Sztojka Liceum Karácshalván, vagy az egyéb egyházi liceumok és iskolák Kárpátalján, úgy gondolom, hogy felkészítik a gyerekeket, és kondicionálják a holnap után kárpátalja magyarságát, hogy igenis meg kell maradnunk a honfoglalók földjén, meg kell maradnunk Zrínyi Ilona vagy II. Rákóczi Ferenc földjén. Ebben tud segíteni a Sztojka Liceum. A karácsfalvai görögkatolikus líceum 2003 óta folytatja ifjúságnevelő és magyarság megtartó misszióját. Ez alatt az idő alatt a diákok oktatásán, nevelésén kívül a magyar görögkatolikusok egyik központjává vált. Következő helyszínünk Ungvár, ahol papi gyűlést tartott a Munkácsi görögkatolikus egyházmegye. Majd ellátogatunk Karácsfalvára, ahol fiatalok lelki gyakorlata zajlott. Megtartotta a soron következő éves papi gyűlését a Munkácsi görögkatolikus egyházmegye. Az alkalom szent liturgiával kezdődött, amelyet Milán Sasik püspök tartott. A főpap a liturgiát követően a Munkácsi görögkatolikus egyházmegye terveiről, helyzetéről beszélt. Krisztus voskrese, feltámadt Krisztus. Ma tartjuk a Munkácsi görögkatolikus egyházmegye papjainak hagyományos találkozóját, amit minden évben májusban rendezünk meg. Ez egy egynapos rekollekció. Minden találkozó alkalmával sor kerül egy tematikus, lelkigyakorlatos előadásra, aminek a megtartására minden évben vendégelőadót hívunk. Idén egy pálos szerzetest, Román Lábot hívtuk meg, aki biblikus témában tartott előadást. Nagy öröm számomra, hogy egyházmegyénk minden nemzetisége körében szolgálatot teljesítő lelkipásztor képviseltette magát ezen a lelkinapon. Ez egy nagyon jó alkalom, hogy beszélgethessünk. Elsősorban a Jóistennel, valamint egymással is. Ugyanis évente csak két alkalommal van rá mód, hogy ilyen nagy találkozón mindannyian egybe gyűjjünk. Az egyik ilyen alkalom a nagy csütörtök esti szertartást megelőző délelőtt, a másik pedig ez a találkozó. Ezen kívül van egy közös zarándoklatunk is, amit Boldog Romzsa Tódor püspök
és vértanú erekéi átvételének ünnepén szoktunk tartani, amire viszont nem minden évben kerül sor. Ilyenkor szintén nagy létszámban gyűlnek össze az egyházmegye papjai. A nyári időszakban számos zarándoklatra kerül sor, mint például a técsői zarándoklat, amit mi a népek és nemzetiségek zarándoklatának nevezünk, és amit 2006-tól hagyományosan július 3. szombatján tartunk. Ezen a zarándoklaton a különféle nemzetiségű emberek különféle nyelveken imádkoznak, énekelnek és dicsőítik az Istent. Szintén a hagyományos zarándoklatok közé tartozik a Mária Pócsi is, ami július 19-től 21-ig tart, és amin legnagyobb számban a magyar ajkú hívek vesznek részt. Ez a zarándoklat Szent Illés ünnepe környékén történik, amikor is a zarándokok gyalog indulnak a Mária Pócsi kegyhelyre. Idén szeptember 7-én és 8-án lesz az egyházmegyei zarándoklatunk Mária Pócsra. Ilyenkor ószláv nyelvű liturgiát tartunk a kegytemplomban. Örülök ennek a lehetőségnek, hogy szent liturgiát tarthatunk azon a helyen, amit annyira kedveltek az őseink, hiszen egészen 1918-ig Mária Pócs is a Munkácsi görög katolikus egyházmegye részét képezte, amit nem szabad elfelejtenünk. Mindemellett már harmadik éve megtartjuk a Pócsi szűzanyag egyképe másolatának egyházmegyénken belüli zarándoklatát is, amit még 2017. május 13-án indítottunk el, és amely 2021. szeptemberében ér majd véget. Ilyen módon a kegykép ellátogat egyházmegyénk minden egyes egyházközségébe. Ezzel készülünk az Ungvári Unió következtében a katolikus egyházzal létrejött egyesülésünk 375. évfordulójára. Ez egy lelki felkészülés, ami hozzásegít bennünket a gyökereink megismeréséhez. A legfontosabb az, hogy hirdessük az örömhírt, és hogy Jézus Krisztus uralkodjon a szívünkben. Ugyancsak idén adunk hálát az Istennek azért, hogy a Munkácsi görögkatolikus egyházmegye már 30 éve szabadult az alól az elnyomás alól, ami katakomba létre kényszerítette az egyházat. Ez a szabadulás nem volt könnyű, és ez a folyamat még ma sem ért véget. Egyházmegyénkben továbbra is templom hiány van, hiszen a tőlünk elvett templomoknak mindössze a 30%-át kaptuk vissza. Emiatt arra kényszerültünk, hogy új templomokat építsünk. Jelenleg egyházmegyénkben több mint 450 egyházközségünk van, de mi mindössze csak 120 templomot kaptunk vissza. Eddig 225 új templomot és kápolnát építettünk fel, valamint további 35 építése van még folyamatban. Úgyhogy ezt úgy mondanám, hogy ez egy nagyon hosszú és nehéz feladat. A görögkatolikus egyházkerületi papi gyűlés kiváló alkalom a lelkipásztorok számára a tapasztalatcserére, egymás tevékenységének megismerésére, valamint közös megoldás keresése a felvetődő gondok leküzdésére. Az egynapos találkozón részt vettek a Beregszászi Magyar Esperesi Kerület papjai is. Ugye a Munkácsi egyházmegyének több mint 400 egyházközsége van, és több mint 350 papja. Ahhoz, hogy egyrészt a papság megismerje egymást, másrészt, hogy nagyon fontos az, hogy közösségi élmény legyen. Egyrészt a közös imádkozás, az összetartozás, aztán a közös problémáknak a megoldása, hisz Kárpátalja egész területére kiterjed a Munkácsi püspöknek a joghatósága, és hát Rahó meg Ungvár között nem csak kilométerbeli távolságban, úgy gondolom, hanem egyrészt az útjaink miatt ez a néhány kilométer szinte akár hányszorosára is megnő, másrészt pedig én úgy gondolom, hogy a probléma emberi hozzáállásbeli különbségek is óriásiak az egyházközségeink között. Jó dolog az, hogy azokon a helyeken, ahol a görög egyház nem tudott igazából újjáéledni, gondolok itt elsősorban a szláv közösségekre, azoknak a papjai, akik egyrészt gyengébb anyagi, másrészt kevésbé
jut nekik ki a papi élményből, találkoznak azokkal az emberekkel, ahol mégiscsak ezek a dolgok jobban működnek, jobban kifejlődtek, a hívek öntudatosabbak voltak, és talán ez egy kicsit erőt ad nekik. A másik dolog, úgy gondolom, hogy a közös imádkozás, az, hogy együtt vannak a liturgián, mégiscsak mindnyájan, akik egy kenyérből és egy kehelyből részesülünk, valahol ez az imádság összetart bennünket. Összetart arra, hogy ennek vége lesz, és minden, hát valamilyen formában mégiscsak vissza fog zökkenni a régi kerékvágásba, hisz a hegyekből lejött papoknak vissza kell menni a hegyi hívekhez, és ugyanaz folytatódik az életükbe, ami elkezdődött, de hogyha erre van egyfajta bátorítás, mert itt azért a püspök megpróbálja a papságot hát ösztönözni arra, hogy ahogy itt most a liturgiában, a beszédjében is a román atya elmondta, hogy meg kell próbálni az embernek hozzáférhetővé tenni az Isten szavát, az evangélium hirdetését. Hát akkor ér valamit a papságunk, meg minden, hogyha az emberek ebből hasznot merítenek. Elsősorban lelki hasznot, és a lélek, az megerősödött lélek talán a hétköznapnak a nehézségeit jobban tudja átvészelni. Ami ezeket az egyházmegyei papi gyűléseket illeti, mióta Milán püspök a püspök, attól óta ez sokkal, 2003 óta, attól óta ez sokkal ilyen, hát lehet mondani, szigorúan van véve. Tehát gyakorlatilag a papság számára ez egy kötelező, évente egyszeri program. Mindazon túl, hogy minden papnak két évente legalább egyszer lelki gyakorlaton kell részt venni, ez egy néhány napos ilyen lelki feltöltődés. Minden papnak kötelező részt venni ezeken a lelki gyakorlatokon, de ezeken az egynapos egyházmegyei papi gyűléseken is minden papnak minden évben kötelező itt lenni. Mindig próbálnak valamilyen aktuális helyzethez kapcsolódó körülményeket egy kicsit megmagyarázó, vagy éppenséggel olyan papot meghívni, aki segít az embereknek, a papoknak abban, hogy talán a kihívásoknak jobban tudjanak megfelelni. Aztán ugye a második felébe ezeknek a gyűléseknek rendszerint az aktuális kérdéseknek szokott lenni a megvitatása. Felmerülnek ilyen-olyan egyházközségi problémák, amelyet ugye a papok kérdésként intéznek az egyházmegye vezetősége, püspöke, fejnökei felé, és akkor ezeket úgy megválaszolóan gyakran vita is alakul ki, gyakran elég komoly viták vannak belőle, hiszen mindenki úgy érzi, hogy neki el kell mondani a saját problémáját. A beregszászi görögkatolikus esperesi kerület mindenképpen eredményként könyveli el a Szent Pantelejmon Karitász 5 évvel ezelőtti létrehozását. 2013-tól lett a Magyar Beregszászi Esperes Kerületnek a Karitász megnyitása, amiből aktívan elkezdtünk rajta dolgozni, hogy miben tudunk segíteni, főleg az egyházközségünkben rászoruló embereknek. Nagyon nagy segítséget kaptunk elsősorban a magyar kormánytól, ez így igaz, és abban, hogy nem feledkeztek meg rólunk is, akár élelmiszercsomagban is, ruházatban, amiben próbáljuk az embereket a ruhával akár segíteni. Ami fontos, hogy pályáztunk az idén is, és nyertünk rá, hogy ilyen faanyag tüzelő téli beszerzésre segíteni az embereket, amiben próbáljuk őket úgymond itthon tartani, és segíteni a családoknak, mondani, hogy kicsikét a túlélését ebben a nehezebb helyzetben. A másik egy ösztöndíjat csinálunk minden évben, amit igazából a fiataloknak abban, hogy legyen egy ilyen pályázati feltételek megfelelően, amit megpályázhatnak főleg a főiskolások, hogy a családban ebből szeríteni, aki főiskolás, akkor a családot próbálja meg úgymond a végsőig elvinni, hanem egyedül is tudjanak talprálni és segíteni. Most legutóbb kaptunk, hát Svájcból kaptunk igazából, most van ügyben, hogy kaptunk hálásnak 10 ágyat, ami ugye ez fontosnak tartom, mert úgy szeretnénk ezt nyilván osztani, hogy nem örökbe adni egy ilyen elfekvő betegnek az ágyat, hanem úgy odaadni, hogy ameddig szükség van a betegek rá és a családnak, mert egy hál' Istennek egy ilyen elektronikus, elég modern ágyakot kaptunk, tehát az Ungvári járásban lesz 3, a Beregszáziban 3, és a Nagyszülési járásban pedig 4 ágyról tudunk majd biztosítani, ami folyamatosan, aki rászorul, aki család kéri, ebben tudnánk segíteni. Hát nagyon örülünk, hogy Magyarország nem feledkezzenek meg abban, amit tudnak ők is segíteni nekünk, akár a karácsonyi időben, akár olyan dolgokban, amiben tudunk részt venni, egy Mikulás csomagosztásában,
a gyerekeknek az óvodában való hozzásegítésében, és minden olyan dologban, ami hozzánk csatlakozik, hogy amit kapunk, azt szét tudjuk úgymond tenni, amit kapunk a Jóisten kegyelmébe, azt akkor szét tudjuk osztani, akiket ránk bízott az Úristen. Hát nehezen működünk, nagyon nehéz most azt mondani kicsikét az embereknek eltalálni azt, hogy mit szeretnének, vagy mennyire készek arra, nyitottnak lenni, hogy igenis rászorulok arra, amit kapok, annak örüljek. És hogy a jövőben kialakítani, hogy nem szégyen kérni, nekünk nem szégyen adni, amikor van mit, hát én remélem, hogy a jövőben lesznek támogatóink is, akivel tudunk majd megosztani és szétosztani abban a 4 egyház községben, ami hozzá tartozik, főleg a magyar Berekszázdesprés kerületre. Május 17 és 19 között került megrendezésre a Tinik lelki gyakorlata a karácsfalvai Sztojka Sándor görög katolikus liceumban. A programot Petrás László atya állította össze, aki részt vett a már hagyományosnak tekinthető ifjúsági hétvége megszervezésében. Segítségére voltak a liceum pap növendékei is. Az a korosztály fogja össze azokat a 12-13-14 éves fiatalokat, akiket még mi Tiniknek nevezünk. Hála jó Istennek, nagyon sok gyerek jött el ide, 85 gyerek vesz részt ezen a lelki gyakorlaton, és ugye egyszerre mindenkivel nem tudunk foglalkozni, hanem különböző csoportokba, 7 csoportba osztottuk őket, mert hogy kisebb közösségekben, kisebb pontokban jobban tudunk velük beszélgetni, és az első pont az volt, hogy megismerkedünk egymással. Tehát a csoporton belül, majd a csoporttal együtt bemutatjuk önmagunkat, hogy mindenki lássa azt, hogy ki honnan érkezett. Következik a nyár, és így a fiatalok próbálják még, meg keresik önmagukat az iskola után, hogy mivel is foglalkozzanak a nyáron, és tényleg egy kis lelki löketet adni nekik abban, hogy hogyan is folytassák, hogyan is éljék a hétköznapjaikat, akár azok unalmasak, vagy akár töltve vannak valami kis tartalommal. Ugye a karácsfalvi liceum adott nekünk otthont, és ad évről évre otthont a tini lelki gyakorlatnak, és ezzel is próbálnánk a gyerekeket, mint egy a gyerekeknek bemutatni ezt az intézményt, ezt az iskolát, hogy azért nézzék meg, és lehetőségükhez mérten, hogyha szeretnék itt folytatni a tanulást, akkor ezzel is egy kicsit nekik valami többletet nyújtani felül. A lelki nap előadója Pőszer Roland atya volt. János evangéliumából választotta a témát, amely az egység és az összefogás, az összetartozás fontosságáról szól. Lázadók, és sokszor talán a nem érdekel kategóriába tartoznak, de most úgy vettem észre, hogy ez a tekintet nagyon sok fiatalnak tekintetével találkozott, hogy van egyfajta érdeklődés. Tehát maga arról is próbáltam nekik beszélni, hogy benneteket ezután nem egy közösségi oldal fog összekötni, hanem maga Krisztus. Tehát ti Krisztusban találkoztatok. És bennünket ez a Krisztus köt össze. Vallástól, felekezettől, nemtől függetlenül. És azt tettem észre, hogy érdeklődő tekintetek, érdeklődő gyerekeknek az arcát láthattam, amiben bízok abban, hogy a következőben majd ők is megtesznek mindent azért, hogy bárhogy különböző helyekről jöttek, különböző családokból, de majd felnőtt keresztény emberként tudják Krisztus hitét hirdetni és Krisztus tanításáról tanúságot tenni. Ne adják fel azt a küzdelmet, ami előttük áll, mindig legyen valami céljuk, és bármivel is szembe mennek az életben, bármilyen kísértés is akad majd, vagy kísértéssel szembe találkoznak, a választás mindig az ő kezükben van, és szeretném, hogyha mindig jó és megfontoltan tudnának választani, hogy azt az egységet tovább tudják vinni az összetartozással együtt, amiben természetesen az egymáshoz való kötődés is megtalálható, hogy ebben az egyházukban, a közösségben, a családjukban megtalálják a teljes igazságot. A Tinik lelki gyakorlata a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT támogatásával valósulhatott meg.